Fú, te, én felvettem az első reakciómat, hogy tehát én úgy voltam ezzel, hogy előrendeltem Switchre, gondolván, hogy jaj, de jó élmény lesz majd, mert biztos ugyanolyan lesz, mint 2001-ben, mikor először megkaptuk PS2-re karácsonyra. Aha. És milyen jó lesz majd leülni a tévé elé, Switchre kirakni, és de jó lesz majd ugyanezt átérezni. Aztán igazából nem vártam ki a Switch-es release-t, meg akartam venni PC-re. Majd rájöttem, hogy nem lehet megvenni PC-re, mert a store lehalt, vagy ez a Rockstar Launcher ócska hulladék lehalt, és úgy gondolták, hogy még ezen túl 26 órán keresztül nem fog többé online lenni ez a szar. Úgyhogy nem lehetett megvenni, úgyhogy én tisztességesen lepirátoltam ezt a játékot szépen Na torrentről. ne! Igen. Illegális dolgot csináltál? De hát én nem akartam, de kényszerítettek rá egyszerűen. Nem Bassza tudtam meg. megvenni. Fenébe. Ilyen sose történt még chat. Komolyan, ez az első, hogy ilyen történt. Ez az első. Tényleg, ez az első volt, soha nem történt még ilyen chat, Hát de még épp velem sem. úgyhogy muszájból letöltöttem, de amilyen kibaszott loser vagyok, azért megveszem Switch-t ezek után is, szóval nem kell. Kus, jó lesz az nekem akkor, már biztos kijavítják a bugokat, biztos ezek benne, hogy Switch-en sokkal jobb lesz az élmény. Aha. Tuti jó lesz, tuti jó lesz. Szóval nem kell, tehát nem vagyok teljes mértékben illegális, csak kicsit később fizetem ki érte az összeget. Letöltöttem csak a hármat, elindítottam, felvettem az első reakciómat, amit nem tudtam felvenni, mert ezt a játékot nem lehet felvenni Display Capture-ben, OBS-ben, tehát csak felvettem a töltőképernyőt, és omega csalódott voltam. Tehát ennyire én még szerintem életemben nem csalódtam játékba. Tehát alacsonyak voltak, nem, bocsánat, itt magasak voltak az elvárások, amit levittem alacsonyra, miután meghallottam a menüben a San Andreas hangeffekteket, aztán Ajaj. elindult a játék, és még azt az alacsony színvonalat is sikerült alulmúlni. Tehát ez már az alja a mindennek, az aljának az alját sem sikerült teljesíteni. Úgyhogy játszottam vele egy órát, kettőt, meg aztán még egy másik nap, még egy kicsit, és rájöttem, hogy kibaszott nagy lúzer leszek, mikor megveszem ezt a játékot, és kiadok érte 19.990 forintot. De hát valakinek meg kell tennie ezt, chat, be kell ezt vállalni. Legalább digitális amúgy. Nem, szigorúan fizikál. Ja, árulják már. Hát 17-én fog kijönni. Azért azt eltolták addig, szerintem nem merték kiadni ezt a... Ja, Hát... előrendelted? Hogy ne, hát még szép, hát ez a legjobb játék a világon, bazd meg. Úgyhogy, hát igen, nem túlzottan vagyok ép elmélyű, és 100%-ban számon kérhetitek rajtam, hogy miért akarok ilyet csinálni. De én azt fogom nektek mondani, hogy basszátok meg, chat. Megveszem a játékot, és ebben senki nem akadályozhat meg. Na de, Ennyi. ezt a játékot egyszer sem indították el. Tehát szerintem ez nullaszor lett letesztelve ez a játék, amúgy Hát én komolyan nem mondom. tudom. Tuti biztos vagyok Hát benne. figyelj, Annyira San Andreas-ról szar. is én csak a San Andreas-ról láttam videót, hogy mennyire szar, GTA 3-ról nem, de San Hát, Andreas-oson is nevettem. mutatok De neked ez rosszabb. érdekességeket. Hát én a San Andreas-ról sokat nem néztem, de ott nagyon torz mindenkinek a feje, tehát azért, hogyha azt Nem, a veszük, CG-nek nincsenek szemei. Meg félelmetes, félelmetesek hogyha oda lettek. mész a szódagéphez és iszol, akkor a homlokodhoz teszi a izé poharat, és így Ja, lentől a saját fejedet, geci. azt láttam, ja. Nagyon kemény. Meg a menü, meg ahogy kinéz a menü, nem tudom, hogyha kieszképelsz a menübe, vagy visszamész, hogy látszódjanak ezek, hogyha rámész az optionre, még ez még hagyján, de az optionsnél, hát ez hogy néz ki, mint hogyha itt egy Word dokumentum, vagy én nem is tudom, Nem, amúgy gyakorlatilag. ez konkrétan ugyanaz a stílus, mint a GTA 5 meg a GTA 4-nek a menüje. Így azt Hát de próbálták szerintem. annyira ilyen semmi, mint egy default ilyen Unity, érted, legalja játék, ilyen template játékban, az meg abban néznek ki így a menü, az optionok gyakorlatilag. Tehát Mennyire laggol a kezdődik ez. megosztás? Nem, teljesen jó. Ahhoz képest, amilyen szarul optimizált ez a játék. Aha, viszont az OBS-ben úgy látom megint laggol, nem? Ja, azt nem Chat? tudom. Chat? Chat? Hú, Figyelj, ez még... várj, kicsit lehúzom a hangját. Igen. Ja, jó. Tehát ez még itt még úgy voltam vele, hogy jó, a menü elég ratyi, meg mit tudom én, de még talán el is megy. De ami ezután jön, fú. Na várjál, azt írják laggol, szóval kiveszem a vészinket, és lelokkolom 60 FPS-re, mert geci, figyelj, simán futna a gépemen 144-jel is, mert ugye 144 Hz monitorom van, de az OBS, amikor capture-öli, egyszerűen nem bírja, túl sok FPS-t ad neki, és egyszerűen laggal az OBS-ben. Nem tudom, hogy miért. Más játékkal még soha nem volt ilyen. Hát, mert ez a világ legszarabbul megírt játéka valószínűleg. Ez De lehet most a szerintem jó probléma. lesz. Most nekem is jobban fut a stream, vagy a megosztás. Sorry, babe. I'm an ambitious girl. Hát egy kicsit furcsák az arcok, ez nem meglepő ezen a ponton. Small time. De még kinda okés is. Jön ez, tökre meglepődtem, milyen high quality ez a kép, Ja, mert amúgy Claude-nak igen, a de feje ez úgy kicsit... van feljavítva, nézd meg a betűket. Ez Igen, ilyen meg AI-ja lett. Claude-nak a feje egy kicsit torz, és akkor jön ez a jelenet, ahol már most problémák vannak, mert beesik az eső az izébe,
Hát gyakorlatilag, hogy néz ez ki? Mi a faszom? Mint egy rész rossz hóesés, akkor nézd meg a földön, hogy leesnek az esőcseppek, hát tulajdonképpen visszaverődik a földről. És akkor figyelj, tehát ez még itt szarul néz ki, de amikor kizoomol majd a kamera, azon túl, hogy amúgy semmit nem látsz, és belefájdul a fejed ebbe az egészbe. Amúgy kávék, ez csak fehér voltak. Nézd meg a patternt a földön, tehát az eső egy pattern alapján váltakozik a földön. Igen, ezt mondom, ez egy sprite, mint a Mario-ba, geci. Igen, tehát olyan bezeg, mint hogyha egy nézetállós papírra pontokat rajzolná egy ceruzával, nem? Az eső beesik a tenger mögé, hát tiszta nevetséges. Semmit nem látsz, hogy csillog az esőcsepp a földön. Na, hogy néz ez ki? Ez az első jelenete a játéknak, és már szarul néz ki. Azért mondom, ez biztos nem jutották el egyszer sem. Geci. És akkor figyelj, megáll az autó, befarol. Ugye kiszállítják őket a rendőr izéből. Kiszállnak, és egyszerűen sötétebb van kint, mint az autóban, nézd meg! Amúgy igen. Ott ülnek hátul benn, olyan, mintha arcban lennek világít egy reflektor, a kiszállnak, és fú, sötét van, bazd meg! Az arcukban világít a hídról az a reflektor ott oldalról, és nem látszik az arcuk. De... Nézd meg, mi ez a light mapping, amúgy ezt akartam mondani, geci. Akkor normális a fény, amikor villámlik, geci. Hát konkrétan, nézd meg, és a full sötétből, ahol ami világos, kiszáll a sötétbe, ahol sötét. Tehát ezt egyszer nem nézték át szerintem. És akkor esik ez a fejfájdító hó, vagy én nem is tudom, minek lehet ezt nevezni. Itt hatásszünetnek kellett volna lennie, de helyette azonnal átváltottak már ebbe a módba. A régi GTA 3, nem tudom, melyet játszottál, de ott ugye felrobban a híd, és akkor ilyen a drámai effekt, hogy kifejlődik a kép, és akkor úristen, felrobbant a híd. Úristen, hogy néz ki az ég a háttérbe? Meg amúgy van egy rész, ahol szürk az egész, és ott nem esik az eső, de minden máshol igen. Hát az a tenger ugye szembe. A tenger ugye nem látszik az esőt. A tenger mögött esik az eső, nyilvánvalóan. Mint a valóságban, ugyebár. Akkor nézzek ezeket a lámpákat, egy ilyen karikába világítanak, még csak vissza se verődik az autóról, és hogyha még azt hinnéd, hogy ennyi volt az összes probléma, akkor szállj ki az autóból, és nézzek, hogy kivilágít az autóból valami reflektor a földre, ami nem tudom honnan jön, hogyha itt van az ajtaja. Mi a fasz? Nézd meg, hát nem tudom, hogy zsebláltam a világítaná ki, vagy én nem is tudom, bazzeg. Softbox-szal. Hát hogy néz ez ki, bazzeg? Softbox! Belemész az izé lámpafénybe, épp hogy csak egy picit visszaverődik. És Jézus, van, ez nagyon rossz a vezetés. Ja, hát ez a rendes GTA 3-ban is ilyen rossz? Nem. Hát ebben valahogy a vezetést azt sikerült úgy megoldani, hogy a kamera annyira szigorúan leköveti az autót, hogy kanyarodáskor gyakorlatilag elszédülsz. Nem látsz. Tehát... Ó, Jézusom. Próbálsz befordulni, és a kamera egyszerűen annyira követi az autót, hogy alig bírod egyszerűen épészen ezt az egészet. Egyszer, mint azok a videók, amikor Ken Block megy driftelni, bazdmeg, ezt a GoPro rá van téve, kocsi hátuljára. Ja, az konkrétan. Ez ilyen driftelős TikTok videó, bazdmeg. Nagyon durván nem jó. És geci, kb. 30 FPS-en van, tehát hiába lokkoltam 60-ra, még annyi sincs. Áááá, ezt felejtsd el. Azt a kurva, szörnyen laggol. Nagyon-nagyon nem jó ez. És akkor figyelj, befordulsz. Vágod, hogy 1070 nem van? Tehát, bazdmeg. Ja, Jézusom. Tehát ezért mondom, hogy nem kéne. Nem kéne, hogy laggoljon. Bemész ebbe a rusnya izébe, fénycsóvába, ami nem tudom, miért nem átlátszó, egy picit minimálisan sem. Ezt akartam mondani, egy kicsit nagyon világos. Fénycsóva. És akkor bemennek izét cserélni, és még hogyha azt hinnéd, hogy itt már akkor nagyjából minden rendben van, szállj ki az autóval, és nézd meg azt az ajtót, hogy látsz-e valami problémát azzal az ajtóval. Hát fordítva van ráíróra. Hát fejjel lefele van, az semmi probléma, tehát hogy érted, itt vagyunk a safe house-nál, ahol gyakorlatilag minden küldetés után menthetnél egyet. És fejjel lefele tették be az ajtót. Hát figyelj. Már az első küldetésnél járunk, és már ennyi probléma van. Ezt sose indították el még eddig, szerintem. Ezt felveszem. Oh! Kicsit átment a testemen. Nagyon fontos eleme ennek a játéknak az. Ó, látom, hogy földben állsz. A földben állok, és kiugrik a válla a karakternek. Amikor már ütött egyet, és így visszamegy, akkor így még ugrik egyet a karakter. De ó, tényleg. És a bal válla az kiugrik. Zseniális. Ott állsz, és akkor ugye day-night cycle van, tehát megy le a nap. De hogy megy le a nap? Ez itt a nagy kérdés. Nézd az árnyékot. Figyelj, várjál. Várjál. Hopp! Akár csak a valóságban, ugyebár ott is így megy le a nap, úgy érzem. 5 másodpercenként ugrik egyet. Mint hogyha a valóságban lennék. Abszolút, ez a definitív napsütés. Hát igen, csodálatos. Belecseppentünk egy flex rendbe amúgy.
Én erre akartam egy külön videót csinálni, csak az az igazság, hogy túlzott a lusta vagyok az, hogy videót csinálják ebből. Na majd én megvágom ebből a streamből, mit szólsz? Adom, adom komolyan, léci, mert ez tjó. Nekem kell az, hogy ezt valakinek hallathassam ezt a dolgot. Fény nincs, de azt vágod, hogy ilyen... Nem vágod, vágod, mint Chigo-ba az X-ray, vágod a glow. Amikor fénylik a karakterek körül. Na konkrétan ja. Az az effekt van rajta mindenkin, csak feketében. Tehát mindenhol árnyékon körülötte. Ja, tényleg ezt akartam neked mondani, ezt el is felejtettem, és olyan is mondtad, hogy nincs árnyék, hanem gyakorlatilag ilyen aurája van a karaktereknek ja, feketén. Ja, fekete aura. Én nem tudom, ez honnan jött nekik, és ez miért volt jó ötlet. De hát, ja. Nem tudom, nem is tudnék mondani egy olyan játékot sem, amiben ez így nagyon működött volna. Szóval sehol, tehát ezt nem hiszem el, hogy ezt... nagyon durva. Ez egy rossz PC játékok sorozat rész. Hát konkrétan, ja, az is lehetne. Térjen vissza Freddy D, csinálj meg ezt. Hallod? Nagyon jó lenne. Az amúgy egy méltó visszatérés. Hát ebből szerintem, ja, lehetne egy tisztességes videót csinálni, az igazság. Annyira szeretem nagyon a 2-3-at, de annyira nem. Hát amúgy így konkrétan így közben az egérrel kell egy kicsit így mozgatni, amikor mész, mert nem tudsz vezetni, de... tehát megszédülsz baszod. Azért az se a legegyszerűbben, mert ugye az történik, hogy egyébként betettek egy ilyen kis interior maradványt oda az ajtó mögé a hospitálnál, gyönyörű szép, mint már majdnem el is hiszem, hogy az ott van, tehát már majdnem el hiszem, hogy be lehet menni azon az ajtón, gyönyörű lett Grove Street, Grochted Games, bazd meg. Össze-vissza ugrálnak az árnyékok. Szóval ezt akartam mondani, hogy a kamera az olyan, hogy magától visszaáll egy autó pozícióba, tehát van egy ilyen fix pozíciója. Igen, ez nem lehet átállítani amúgy? Nem. És hogyha elkezded mozgatni az egeret, akkor hiába sétálsz és hiába használod aktívan az egeret, mindig visszarángatja a játék az autó az alap pozíciójába. Tehát folyton azt fogod észrevenni, egy másodperc múlva visszaviszi, ja. Ja. Azt fogod észrevenni a játék közben, hogy folyamatosan ráncibálod az egeret, hogy próbáld az autó vagy ebből az alapállásából kiszedni, mert egyszerűen másképpen ugye nem tudsz vezetni rendesen, egyrészt, mert hát nyilvánvalóan ugye használni kell az egeret a játékhoz. Úgyhogy, minden félre ment, amit csak félre mehetett, komolyan. De legalább van controller support PC-n is. Hát igen, egy moddal meg lehetett oldani az előzőnél is. Hát... De legalább vannak achievementek, bazd meg, szóval azt ha más kurva, nem... amúgy, ez mezé már megérte. Meg waypointok. Ja igen, igen. A strici. Ilyen király lett. Szóval kíváncsi voltam, hogy működnek-e vajon a bugok. Azt láttad? Ez insurance scam volt amúgy, nem? Vágod, hogy beugrott az autóm elé. Nem is volt veszélyben. Amúgy az AI teljesen fel van izélve. Én azt néztem, hogy amikor olyan helyen kanyarodnak az autók, ahol amúgy nem kanyarodhatnának be. Tehát mész egyenesen az úton, elmész egy autó mellett, és rákanyarodik az autó, akkor is, hogyha nincs balra kanyarodási lehetősége. Egyszerűen, nem tudom, valahogy nagyon nem működik az AI ebben. Mik voltak azok a furcsaságok, amiket még észrevettem? Ja igen, ha felmész a maffia házhoz, akkor a zongoránál nincs zongorahang, de ha elmész a zongorától, akkor van. Hogy ott szemben oda tettek egy ilyen kis nagyon lórez, valami dimbes, dombos lószart, ami ugye az eredeti GTA 3-ban teljesen sima volt, tehát egy kőfal volt ilyen nagyon bénán megoldva. És oda tettek egy ilyet, ami egyébként tök pofás lenne, meg nem tudom, nem is lenne amúgy az rossz megoldás. Nem bejárható zóna, tehát nem tudsz oda menni. És akkor, tehát ránézel távolról, ha a pálya legszélére állsz, akkor is lópolinak néz ki az egész. Ha odamész hozzá közel, lópoli az egész, de hogyha dodóval oda repülsz, és megnézed közelről, tehát csak dodóval látod a teljes felbontású verzióját ennek, mert máskülönben csak ez tölti be a játék. Ami fasz? Szarul néz ki távolról is, és közelről is. Ez sehogy nem működik. Tudok ez a megoldás. Tudok spónolni a dodót? Nem tudsz, és kontroller nélkül nem is tudod reptetni ráadásul. Micsoda, de van kontroller, nem van, vagy nem, most nincs bedugva, de bedugva. Ja jó, akkor tud, tehát az a baj, ez volt a másik ilyen hihetetlen dolog nekem, hogy nincsen benne dodó irányítás alapból, tehát nincs beállítás rá gyakorlatilag, viszont benne hagyták a kontrolleres supportnál, és ezért csak kontrollerrel tudsz dodóval repülni, nem azt tudom, hogy kóla. Miért. És arra nincs cheat code, Kaj? Nincs, arra sajnos bazd nincs, hogy el kell menni, de nem is probléma, hogy el kell menni, mert az útközben tudok neked mutatni még érdekességeket ebben a játékban. Az örök rejtőben. Aha, itt hallom. Igen, ott hallod, oda mész a zongorához. Aha, itt már nem. Hát igen, már nem. Tehát... Hát figyelj. Látod ezeket a kis villanypóznákat a földön? Ezek gyakorlatilag bele vannak esve a földbe, tehát látod, hogy van, ahol teljesen elfedi, vagy nagyjából így a... Hát jó nagy részét. Ennek jóval jobban ki kéne lógni ennél, de... Aha, hát ez már tényleg csak apróság. Zseniális. Gyönyörű szép. A villanypóznát nézek a feleg...
Ja tényleg, az nincs a helye, hát ez beszarás, az meg. Még az se sikerült jó helyre tenni, jaj, Istenem. Várj, nézd a kereket. Ajaj. Mi? Repül az autó? Mi a fasz? De várj, most eltűnt, amin... Oh, what the fuck? Lement a föld alá. De mindig bele tudsz ütközni annak ellenére. Még mindig bele tudok ütközni annak ellenére. Oké. Hát ilyen nem fordult elő velem még, úgyhogy ez... Hát figyelj. Sikerült toppolni ezt. Ez még egy régi GTA 3-as bug, tehát az a régi játékban is benne volt, és... Én azt hittem, hogy ebben nem lesz. Aha. Azt hittem, hogy ebben nem lesz benne, de hát... minden bug benne van tulajdonképpen, szóval... Az se... Ez se olyan, és akkor csináld azt, hogy... beállsz úgy a szélére ennek az egésznek, hogy az ajtód, ahol te ülsz, az teljesen lelógjon balra, tehát... Ne tudj gyakorlatilag kiszállni. Ez mindegy, hogy melyik szélére? Ja, hogy még? Ja, csak azt mondom, hogy bor... Megoldjuk. Jó lesz ez. Aha, és ahhoz a csíkhoz, ami, igen, amire most fogsz rágurulni. Jó, igen, így? Vagy még kijebb? Még egy kicsit, aha, még kijebb. Aha. És most szállj ki az autómmal. Na, zseniális. Mi a fasz? Most az aluljárónak a tetején vagy, mert ugye ez le van zárva az alapjátékban. És ugye alapból a GTA 3-nak van egy fail-safe módja. Hogyha leesel erről, akkor visszalak a pálya tetejére. Viszont hogyha a második sziget alatt esel erről, akkor a második szigetre fog lerakni. Úgyhogy most azt tudod csinálni, hogy ezt átugrod. Baseball ütő nélkül, hogyha nekifutsz, akkor át tudod ugrani. Megvan, igen. Úgyhogy no para. És akkor igazából átfutsz a másik sziget alá, és ott ugrasz le innen. És akkor ott fog lerakni a második szigetem. Azt a kurva. Úgyhogy... Hát chat, én ezt a játékot, ezt rommá játszottam gyerekkoromban, úgyhogy nekem világjelent. Ez összes bugot ismerem benne, szóval nekem ezeket akkor introducálom nektek ezzel a stream alkalmával. De hát nem hiszem, hogy ez túl izgalmas, bár remélem, hogy legalább valamennyire szórakoztató nektek is. Igen, ez ilyenkor a kamerát tedd lejjebb. Ó. És akkor van, ja. Azt a kurva. Csak ugye visszáll az autó pozíció. Csak visszáll az autó szar pozícióba, geci. Ja, ez kibaszottul nem konvinient ajánlás. Meddig kéne rohanni? Szerintem itt már le is ugorhatsz, és vissza fog tenni. Jobbra? Vagy előre? Hát mindegy igazából, valamára. Ja, ott jó lesz. És akkor, ha jó Isten is úgy akarja, akkor ide visszaraktak a második szigetre, és akkor most, ja igazából szállj be egy autóba, aztán lehet tovább menni a második, a harmadik sziget felé. De innen már sinem vagyunk a Dodó irányában. Ajaj. Viszont, ja inkább ne is dodózzunk, mert nem tudsz repülni szerintem a Dodóval. Vagy nem tudom, hogy te... Hát te repültél már a GTA 3-ba Dodóval? Nem, de van kontroller, szóval szerintem megoldom. Ja, akkor azzal zárjuk majd ezt az én kollabomat, igen. Merre? Akkor menjél egyenesen, és akkor kivezetlek autóval a pálya végéről, tehát teljesen ki az out of bounce-ba, nem vehetnél ki. Autóval ki tudsz menni a pályáról. Én amikor ezt megláttam... Ajaj. Mondom, ez nagyon jó. A szembesáv az elég jó, de miért van ennyi autó? Azt a kurva. Hát igen, felvizelődött a forgalom itt. Jézusom! Ahol nincs lezárva. És akkor menj el balra. Vagy igazából jobbra is. Jobbra is jó. Na akkor merre? Jobbra. Ráhúzza a kormány. Taxiba szállját szerintem, azzal a legegyszerűbb azt megoldani. Fullos taxi, Mohamedet kiszedtük belőle. Hú, ez a Twitch-re ugrani fog szerintem. Jajajajajaj! Nem csak úgy beszélgettünk és játszunk, ez streamelve van most. Ja, bocsánat. Mi off? Ez jaj, miért lősz rám? Lövöldöznek mindig egyébként rá. A játék, amikor itt tartasz a játékban, akkor valami beefed van az itteni kartellel. Ja. És ez már most bele van írva egyébként, de... És akkor merre? És akkor elmész jobbra. És igazából, hát igen, chat, hogyha valakinek ez a játék megvan, és valaki nagyon sokat játszott ezzel, akkor az tudja, hogy most abba az irányba megyünk, ahol az a zóna van, amit az előbb szemből néztünk meg, az a lópoli. Jajjaj, bazd meg! Nem túl jó. Tehát most arra megyünk, ahol az a zóna van, amit az előbb szemből néztünk, az a lópoli, nem is tudom, neighborhood. És azt meg lehet közelíteni. És szembe fölmész a füvön, csak ugye a lófasz nem látszik, hogy a szuper eső miatt. Hallod, valami sunny weather-t keressetek már, amúgy tuti van arra valami. Azt a kurva! És itt kezdődnek ezek a problémák, igen. Bizonyám, ez a lebegő fa, ez már csak... Nem látok semmit, azt a kurva. Lehet érdemes lenne megvárni az esőt amúgy. Ez egy ilyen Minecraft green screen eső effekt. És
vigyázzon, hogy leesse jobban. De azt nézem, hogy a víz mögött esik az eső, tehát azt nézzétek meg jól, hogy a víz mögött esik az eső, mint a és ahol a sziget van, olyan, mint a ki lenne vágva az újságból. Tehát... azt a valóság az nem ilyen? De amúgy. Ja, azt hittem, mert rosszul csinálta a Rockstar, vagy ilyesmi. Nem, de nincs baj. Ja, jó van, akkor. De még tükröződik is, geci! Még tükröződik is! Konkrétan olyan, mint hogyha a tenger lökné ki a vizet magából az ég felé. Hát igen, zseniális, nagyon jó. Kinkenszer forma, de lehet, hogy ott voltak ilyen edgy... Mi most kajak? Meglátom, hogy persze. Nem hiszem. Szerintem csak trollkodásból írta. Ezt nem hiszem el. Ja, azt hittem, hogy ezért fogadtál a cheat-et. Geci, de kajak amúgy. Kajak. Nice. Király. Skin cancer for me, ne csinál. És akkor látjátok chat, hogy ott ugye jobbra van az a zóna, amit néztünk szemből, csak itt vigyázz meg, könnyen lecsúszhatsz jobbra, úgyhogy menj föl balra. Ja, hangulatosan, és... hogy olyan, mint egy horror játék, csak nagyon rossz fákkal. Olyan, mint a régi Slenderman, nem egyébként. Ezt akartam mondani amúgy, de kb. Úgy is néz ki. Full úgy néz ki szerintem. Ott betöltött. Bizonyám, látod, és akkor hogyha ide jössz, akkor ezek szerint betölt egy kicsit. De hogyha túlzottan közel mész, akkor megvan az esélye annak, hogy kitöltsön, ne menj ki, mert aztán lezuhansz a föld alá, mert az már onnan out of bounds. Ja, így le lehet zuhanni a föld alá autóval. Igen, igen, tehát az onnan out of bounds, és akkor látod, hogy azonnal ki is töltött a játékban az a zóna, tehát megint közelről csak egy ilyen low poly lószart látsz, ugye bár. Mi a fasz? Várjál, most akkor itt betöltsz? Hát egy kicsit néha betölt, néha kitölt, néha eltűnik, az is szokott történni. Úgyhogy itt minden megtörténik. És akkor, hogyha itt lenézel egyébként, ott a tenger felé, várj, akkor... még egy kört, meg... most már érdekel, hogy most megint be fog tölteni hátra jövök? Most eltűnt! Igen, most, akkor most megint low poly. És megint low poly, igen. Totál random, nem tudom mitől függ, oka. Nagyon durván szar. Na, most megint eltűnt! Na, most... most megint hát egy pillanatra betöltött a... Na, nézzek le erre... Ó, várjál. Ott nem tudsz felmenni, mert az már a pályának a vége az eredeti játék. Ja, de autóval meg... de autóval igen. Viszont autóval igen. Csak ugye ott viszont, ha oda kimész, akkor lezuhansz. Hát, ha kiszállsz az autóval, akkor lecsúszol, úgyhogy vigyázz. És nem tudsz visszajönni több misről. Menj ki annak a rámpának gyakorlatilag a szélére, egy balra. Látod, hogy milyen gyönyörű, szépen meg van animálva az a izé. Azt a kurva, világít az autó. Mint izé, tök lámpás, bazd meg. Ahogy tényleg az ilyen lantern. Na, így? És innen veszed egy ilyen irányt, és megpróbálsz felmenni ott a fölötte lévő zónába gyakorlatilag. Ó, egyszerűen ez lehetetlen. Hát kicsit nehézkes, de hogyha... most nyomja meg egyenesen az zsa? Vagy nem tudom, be kéne állítani hát... valahogy. Próbálj meg valahogy egy ilyen ívvel így rámenni balra. Úgyhogy valahogy igazából nem tudom, random, de ki lehet menni az a lényeg. Ha nem megy, nem megy, ha igen, akkor meg elhiszi a chat. Hát ez majdnem. Elég közel volt. Gyerünk, chat! Hype! Pog meg ilyenek! Aha, és akkor kinn is vagy a pályáról! Majdnem! Chat, a fene! Még jó kis zene is van hozzá, amúgy tehát. Így van, copyright strike. Mint jazz. Figyelj, most meg lesz, érzem. Geci, nem hiszem el! Ne! És fel is fogsz borulni, ne! No shot! Ne. Jó, oké. Okay, jó van, szép mentés. Jó, most kikapcsolom a rádiót, mert... Az vonja el a figyelmedet szerintem. Na, amúgy igen. Jó kis jazzment szóval. Na most! Ez az! Na vigyázz, fékezz, mert azon túl mész, akkor out of bounds. Viszont hogyha annak a legszélére elmész, akkor még láthatod ezt a gyönyörűséges zónát, csak az ilyen csücsköknél nagyon óvatosan, mert onnantól már out of bounds, látod? Aha, hogy itt. Igen. Aha, itt a low poly. És ha megfordulsz, akkor egyébként van egy csillagvizsgáló ott fent, ahol sose lehetett felmenni a régi GTA 3-ba. Igen. De ennek köszönhetően fel lehet. Hát nem a, nem is tudom, az intended megoldás ez, de hát biztos így akarták a GTA-ban. Hát, költők. Így akarta a költő ezt, úgyhogy biztos így. És akkor régen ugyebár voltak ilyen teóriák, hogy mi van a csillagvizsgálónál, meg itt tudom én, és sose lehetett. Na most kiderül. De most kiderült, chat, mi lesz a csillagvizsgálónál egy 21 éves játék? Figyelj, neki éves megyek játék. És kiesekem abból. Á, és nem. És semmi nincs benne, chat. A fene. Ó, ne. Átettünk verbe 20 éves játékra, és ez történt. Nagyon jó. Hát, ja, 20 év alatt ezt kaptam. De milyen szép a fű, meg minden, nem? Aha, ki is esel, hogyha rámész, úgyhogy... úgyhogy gyakorlatilag egy taxi valami közel az egyik leglassabb jármű a játékban, vagy hát elég ilyen generic, ilyen középszintű autó, ezzel ki lehet jönni a pályáról.
igazából mindenféle probléma nélkül. Zseniális. És fényes nappal is nagyon erősen világít benne a lámpa, úgy látom, mert még mindig. Igen, hát az erősebb, mint a napfény, de ez csak egy apróska probléma. Ez valóságban is így van, szerintem. Kudos, megérte. Az a füst, az effekt, az geci amúgy. Ugye olyan szép a füst, hogy nem mozgatja meg a levegő? Nem, hát figyelj, ez csak egy gif. Ez a játék, ez szerintem vákumban játszódik egyébként, azon is gondolkoztam. Amúgy lehet. Semmiféle levegő nincsen, no, tehát semmi ízni. Mára, föl. Balra. Na csát, hogy tetszik ez a játék nektek? Eddig nagyon jó amúgy. Mi a véleményetek róla? Milyen jó véleményetek erről a játékról? Hát van a jó vélemény, meg a rossz vélemény. Hát erről csak a jó véleményt lehet elmondani. Csodálkoztam is, hogy Disneynek semmi nem tűnt fel egyébként, mikor játszott. Neki nagyon tetszett ez a játék. A kajak? Aha, mondta. Jó, nagyon jól néz ki. És esett közben a hó, hogy nem tudom ez a... Ja igen, ezek is nagyon furcsán működnek. Volt ilyen, hogy a villanypózának neki ment a csávó, és elkezdett pörögni, és az egész város szétverte a villanypózna gyakorlatilag. NPC-ket megölte, az autókat felborította, és végtelenség pörgött. Nagyon durva. Ez kurva jó. Sose állnak meg amúgy, nagyon kemény. Bizonyám, nem lehet beszállni, viszont cserébe csúnya, ronda, undorítóan rá van nyújtva az a textúra, ami... Jaj, egy csak upscale-elve sincsen szerintem az. Úristen. Ilyen... Vagy a régi, nem is tudom, ilyen 1P-s képet upscale-elték. Rajta vannak azok a matricák. De rajta van a matrica full HD-ba. Ja, gyönyörűen néz ki tényleg. Komolyan. Azon meg a Rockstar logó, geci. De nincsen rendesen kikroppolva, és fekete a háttere a PNG-nek. Ne már, ezt nem is láttam még eddig, bazzik. Jesus Christ. Ah, oh, Istenem, de szar. Jaj. Tudod, hogy kell repülni a Dodóval alapesetben? Vagy láttál-e már videót róla? Nem. De gondolom, okay, fel tehát... kell húzni. Nem, ebben általában nem lehet repülni. Ez a kruciális fontosságú része. Úgyhogy mielőtt felrepülsz, még azért elmondanám a játékszabályokat. Na. Tehát a Dodóval úgy kell repülni, hogy sose nyomod meg a lefele gombot. Tehát sose húzod fel az orrát. Tudod, hogy furcsán hangzik ez így hirtelennyiben. De úgy indulj el, hogy... Várj. De ez ennél sokkal komplikáltabb. Könnyű, hogyha ráérzel, de ez nem ilyen egyszerű. Menj rá a kifutóra. Csak hogy legyen helyet ki felszállni. És akkor mielőtt még neki mennél a kifutónak. Tehát az orrát ne próbáld meg felhúzni, hanem csak nyomd le. Hogy le? Hát felszállás helyett lefele nyomd az orrát a gépnek. Okay. Ami a... Tehát akkor fölfelé nyomjam a pöcköt. Az analog kart. Igen. És amikor már nagyjából lent van az orra, akkor engedd el, és gyakorlatilag balanszolnod kell azzal most. Baszd meg! Megálltál. Akkor fordulj meg és újra, mert nem fogsz tudni felszállni. Ne csináld! Nem, ez muszáj, mert kell neki idő, de gyorsul. Ez nem olyan egyszerű ám. Csak ne abba az irányba repülj benne most, mert akkor ki fogsz repülni out of bounds, és azonnal vége mindennek. Mi a fa? Mi? Hát igen, ezt akartam elkerülni első körbe, de jó első próbálkozás, mert felfele repültél, ami elég jó egy Dodónál amúgy, szóval igazából jó volt ez. Minden tiszteletem a tiéd. Megpróbáltad tisztességesen. Nincs ez egy tréner amúgy, amivel le tudom spawnolni? Nincs, sajnos Dodót nem lehet spawnolni a játékban, ez a baj. Pedig én is nagyon örülnék, hogyha lehetne. Én azt mondtam, hogy elmentek egyet a garázsba, és akkor onnan könnyebb kirepülni mindig. Mert akkor ott van egyből a safe house, nem? Ez már mi az nitpicking most, érted? FPS, kit érdekel? Hát ki nem, most faszom, ez Xbox Series X-en, ez 24 FPS, tehát bőven elég az meg. Simán érted, már sima a kép, mit kell itt most panaszkodni ezen állapban? Nem, ugye legalább full HD meg minden, tehát nem is stretched, meg vannak fények amúgy, hát a legtöbb fejen. Nem panaszkodni kell, nem játszani vele. Na amúgy igen, hát úgy kell csinálni, mint a VR Pisti amúgy. Igen, aj de jó lett a srácok. De jó lett. Jobb, mint az eredeti. Hogy néz? Chat. Wow, chat. Világítanak a dolgok, hogyha jó helyen állsz. Ha jó helyen állsz. Azt akartam mondani, hogy ha túl sok FPS-ed van és fegyvert váltogatsz gyorsan, akkor gyorsabban futsz, mint a futás és a sétálás akár együtt. Tehát, hogy felgyorsítja. Így? Nem, nincs az a baj, nincs rád fegyver. Van olyan... rá, arra biztos van kód. Arra van. Írd be, hogy bang. Jaj. Nem biztos, hogy... Ez a minden autó felrobbantása kód akkor. Ezt valaki írta. A bang nem a fegyverekre utal ezek szerint. Guns, igen. Igen. És akkor nem ezzel váltasz fegyvert, hanem van ilyen quick fegyverváltó. Nem tudom melyik a billentyűzeten.
talán a tudom. Számok. De nem arra gondolsz? Így. Na így. Azt a kurva! Ugye? És gyorsan váltogatod a fegyvereket, akkor gyorsabban mozogsz. Felgyorsítja a futásodat. Zseniális. Ha nagyon gyorsan váltogatsz, akkor nagyon gyorsan csinálja emeletileg. Látod? Kurva gyorsan lehet futni úgy, mint úgy, hogy fegyvert váltogsz csak benne. Getszél görgővel amúgy. És nyomod a görgőt. Tiszt, mint a bunny hop. Gyorsan vagyok, mint az autók. Jaja. Hát gyorsan, mint a futás vagy az autók. Igen. Nem tudom, hogy... Én aztán nem játszottam egyáltalán, azt majd Switch-en szerintem megtapasztalom. De amúgy a tűz is elég jó. Nagyon, nagyon jól néz ki minden, úgyhogy... Meg az, hogy amúgy fölgyújtod az NPC-nek az autóját és elmegy. A VR Pisti aprúválta, hogy jó lett ez, úgyhogy szerintem nem... Itt nincs semmiféle kérdés. Ja, nem tudom, hogy mi van, most még biztos, hogy a beírtam, hogy I Love Scotland, de azt nem tudom, mit csinál. Vagy I Like Scotland. Azt én sem mondjuk. De beírtam, szóval... Nem tudom. Tehát, hogy mindenki Shrek lesz. Vagy nem, az ír, bazd meg. Az ugyanaz. Fogy vedel. Ja, nem tudom, még szerintem, hogyha akarod. Egyszer elkezdett futni az összes NPC. Ha akarja a chat esetleg, akkor még meg lehet mutatni a dodó repülést, a kíváncsiak, hogy milyen vagy, hogy lehet vele repülni. Ha nem vagytok kíváncsiak, akkor elhozok a picsába és majd alszok. És nagyon örülök, hogy ezt megtaláltam, ezt a mérges kedést itt most. Én is nagyon örülök. Adtál egy kis contentet. Hát, én csak erre vagyok, hogy tudod. Hát igen, egy kis content, aztán mész vissza a bányába. Így van, hát muszáj tudod, a család, meg a feleség, meg a gyerek azért. De figyelj, legalább a robbanásnak szép az effektje. Legalább a színe szép, ha már más nem. Hát, nézzük, hogy milyen jól át lehet lőni itt a póznak között amúgy, látom? De lehet, hogy ott háló van esetleg, csak nem látod, mert le van véve a grafika. Ja nem, de itt ez amúgy tök jó, de valójában is vannak ilyen búvó helyek, nem? De most ott vannak a rendőrök is idejövök, akkor nem tudnak lelőni. Ja persze, hát ez teljesen természetes. Meg kell kerülniük. Ott nem lehet átlőni. Aha, ó, szegényként, ott most realizálta, látod, hogy az nem fog menni. A fene, inkább megállt és abba hagyta a keresést. Ennek a fene, Józsikám, nem lehet átlőni ezen a lyukon, akkor hazamegyünk. Azt mondja, police, kiabál, csak kiabálnak. Tessék szépen megkerülni ezt a lyukas izét póznát. Na, jött még egy. Hopp, jönnek a rendőrök. Ők is megállnak egyébként. Aha, ők is. Szerintem most az összes rendőr oda fog állni a pózna mögé és keresnek. az egyetlen oldalon, ahol nem vagyok. Meddig lehet húzni kettes körözéssel egyébként egy helyben állása lemögött a izé mögött? Várj, segítek. Na most már hármas körözés van. Na, vajon lesz valami? Most aktivizálták kicsit magukat talán, de... Hát most beindultak azért, most már nagyon keresnek. Fogdossák ott a lyukat, hogy azt a lyuk szerencsétlenséget, hogy hát ha esetleg valahol van, egy rés, ahol át tudnak lőni, de nem tudnak az üresen sajnos. Oh, most helikopter! Ja, heli, tényleg az viszont... Azt le tud majd lőni, bár keresztül nem tud lőni ezen, de... Hát kiderül, mindjárt megtalál-e. Lehet, hogy ennél is jobb búvó hely az amúgy. Amúgy látom, hogy helikopteresek se nagyon találnak. Nem, teljes dilemmában van, igen. Teljes dilemmában vannak, geci! Ez a hely! Ez a legOPP az egész játékban, bazzeg. 8-as vagy az 6-os körözésre max. 6-os körözésre beállsz ide, nyertél. Ja most... Aj, fene srácok! Egyszerűen nem tudjuk elkapni őt. És nem hiszem el. Várj, jó, lelövök még valakit, bazmeg. De nem tudok. Hajj már meg! Na, most megindultak, megint. Na, most, tuti most. Biztosan most. Ha de helikopter se lő, nem talál egyszerűen. Nem, egyáltalán nem. Hopp, az igen. Wow. Megindult. Na figyelj. Most már hárman vannak egy sorokba. Ott van uraim. Ott kell átlőni ezen a résen. Hát azon vagyok amúgy, kíváncsi vagyok most, hogy meddig lehet. Na, ott a mentő. Ez nagyon közel volt, bazd meg. Ne. Saját magamat fogom megölni, gyere vissza. Á, nem, még mindig nem vettek észre. Take cover. Cover, na várjál. A rakétavetővel, lőd be a izéket. Ez közben túl közel. Vagy a repülőt, a helikopter. Oda lövök egyet. Helikoptert, hát hogyha el tudom találni. Szerintem eltaláltam. Ez van szerintem 4-es. Na, ez most már 4 csillag. Na, itt áll. Hopp, a másik oldalon is van egy. Na, jaj. Mit csinál? Megállsz! Geci! Na, Ferenc, kifog rajtunk. Ó, uram! Ez a pozíció! Na, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rendőr áll itt.
Ott körbe egy helikopter. Egy átlátszó, vagy mi az, egy lyukas póznánál. Azt írja valaki, hogy more police please, ezt írjam be. Ja, akkor még több csillagot kap szerintem, jajaja. Na, ötös vajon? Na figyelj, hatos csillagban már. Figyelj, már csak elkapnak. Hopp. Na, és most megvan. Igen. Uraim, sikerült, csak egy sikerült. Hatos körözés kellett hozzá. De megtaláltuk. A város összes rendőre idejött, de legalább elkaptak. Erősítést kérünk. Hát figyelj, ez egy élmény volt amúgy. Sokkal jobb, mint hogyha végigjátszottam volna. Szerintem ez mindent elmondta. Ú, ennek a nőnek hol a segge? Oh, wow. Azt a kurva! Halad? Mi ez a tenyeres talpas mozgás? Ez a kaját, hogy néz ki, mint egy ilyen, nem is tudom. Rizorosz Lego figura vagy, én komolyan mondom, nem tudom. Hát ez izé... Slenderman, érted? Jó. Men in Black-ba jött valami, amelyik UFO. Ja, tényleg, jaj. E.T. hazatért Liberty City-be be az meg. Amúgy mindegyik úgy jár, nézd meg. Vagy amúgy ezek annyira... Azt a kurva! Amúgy ő is. Mi van azon a kék pól, vagy kék sapkás csávóval, nézd meg, hát a keze hogy áll egyszerűen? Össze-vissza megy a kezem. És sárga a kezem amúgy. Ő is sárga. Az egész ember elég sárga. Ez kajak amúgy! Ez kajak a Homer Simpson, bazd meg! Miért sárga az ember? Konkrétan emoji színe van. Ő azt hiszi, hogy szomorú emoji az emojis filmből. Ezt megütöm. Ja, nem tudom megütni. Ó, micsoda! Vissza kézből! Jaj, ne. A nyúlánkjaival megvert téged. Ez a doboz, geci. Konkrétan hát igen, úgy néz ki, mint a... Vannak ezek a demók. Vágod, ilyen AI demók. Hogy képfeljavítós demo videó. Na hát abban álltak ilyenek. Hát igen, nem sikerült jól upscale-elni ezt a 240p-s képet kb. De ez olyan egyszerű lett volna újra megcsinálni, hát annyi grafikusuk van meg minden. Persze. Tényleg ráírni egy dobozra azt, hogy M0, 1, 0, 0. Most geci, ne idegesíts már. Tényleg semmi nem került volna ez. Ez eredetiben is Comic Sans-szel van felírva? Nem tudom, szerintem nem, én nem emlékszem erre. Hát, nem tudom. A fene tudja. Nagyon jól néz ki. Hát jó. Úgyhogy ez elég csalódás volt, amikor megláttam, mert én tényleg arra vártam, hogy ugyanaz a Flash, mint 2001-ben, mikor először beültünk még a PS1 elé, vagy PS2 elé, és így. Ezzel mit, ez itt mi történt? Mint ki lenne égve a közepe? Ez vágod, vannak ilyen a Facebook tag csoportok. What has this poor JPEG been through? Jajaj, ja, tényleg. Konkrétan ki van égve az egész. De szerintem a fejlődés is el van rajta, basz, mert oda van írva, hogy people, ami nem jelent. Na, erre mi van írva? Vagy ezt? Erre mi van írva? Milyen nyelven Jézus van? Is, tehát ez... Talán Madness volt valamikor, vagy Darkness, vagy... Én nem tudom. Egyáltalán... Jézusom. Hát de a bub se jelent semmit egyébként az izé alatt, a kiégett kép alatt. Nem, hát... Bub, bazd meg. Bub. Mi az a bub? Hát vagy csak cicik vágod. Na de ez például, ez a téglafal, ez miért? Na hát igen. Ez nem. Konkrétan? Hát mi GTA 5 minőség, és itt van mellette egy ATM, ami konkrétan egy JPEG. Izé, 2008-ban, amikor még valakinek megvolt ez a textúra, az meg izé, pendrive-ról odaadták, hogy haló, ez még megvan az eredeti, upscale-eljük? Jó lesz ez. Nem kell upscale-elni, alapból is jó volt, úgyhogy... Azt a kurva. Zseniális. Mert itt amúgy meg látszik, hogy megint vissza-vissza. Mint hogy föl lenne kenve gecibe, hogy Bank of Liberty. Zseniális. Itt a téglák már megint el vannak folyva, holott az előző falon kb. Majdnem ugyanilyen színű téglák vannak. Jaj, azt hiszem, tehát a téglák gyakorlatilag egyébként teljesen nincsenek rendben, mert szét van nyújtva a textúra olyan szinten, hogy a téglák nem képarányosak. Nem tudom, nem pontosan itt, de itt se jó egyébként, de csomó másik helyen nem még egyébként. Na, de itt meg legalább van egy full HD-s japán bolt üzlet, vagy kínai. Na hát, ez az egy dolog legalább jól sikerült az egész játékban. Mi kínai ember. Más nem. Jó. Aki amúgy valamiért pöttyös, hogyha túl közel viszem a kamerát. Igen, az eltűnés meg az árnyék az valahogy nagyon nem... Oh. Hát, Dementor, bazeg a két csont fekete szemével. Ez nem, az egy szupa széfes zacskó. Jézusom. De, csak a fizika de a zacskót nem. Azt miért így fogja? Hát ez olyan, mint hogy egy boxkeszkit fogna. Hát a valóságban is ilyen a szatyor, nem? Ja, hát figyelj. Ja, nem megtalálta. Ja nem, én tudom mi. Megtalálta az izét. A chatnek a... kamszokját. Ó, bazeg, aha, ez a chatnek az oknia. Hazaviszi most egy kicsit. Hát figyelj, ki kell mosni. Tényleg. Mama kimossa az oknit, srácok. Így van, a mosodába viszi szerintem. Megtaláltuk a sperma az oknit. Aztán hát most már meghal kicsit. Ó, ne, akadályozod. Jó van, már belerúgok az öreg asszonyba. No, ne. Egyszerre kettőt is magamra, hopp, meghalt. És átlóg a lábán az acskó.
Na jó, és fekete a vére. Ja nem. Ja nem, ja nem, csak az aurája megváltoztatta. Így van, az aurája. Csak alatt a fekete a vér. És hogy csillog a vér, azt nézzétek. Na ez... A mocskos aurája. Hát bazd meg, tudod hol csillogott így a vér, Max Grafon? A Modern Warfare 3-ban, és le is nyűgözött. Hát lehet, hogy olaj folt ki belőlük egyébként, nem? Mert robotok vagy valami ilyesmi. Nem tudom amúgy, lazán. Na figyelj, én hagylak. Úgy is mész a bányába. Figyelj, te elmagyarázod, amíg én kimegyek hújozni? Mert mindjárt szétrobban a mindenem. Igen, megteszem, ez nekem egy pleasure-ra, úgyhogy igen. Jó, oksa, akkor mindjárt jövök. Szóval, az a trükkje ennek, a GTA 3-ban alapból nem volt beleírva a repülés, mint olyan, tehát lehetett repülni, de nem úgy, ahogy elképzelték az emberek, hogy működik a repülés. Úgyhogy itt teljesen másképp van ez megoldva, és azt a trükköt kell használni, hogy soha az életben nem húzod fel a repülőnek az orrát, hanem csak lefele nyomkodod mindig, szintbe tartod. Tehát gyakorlatilag elindulsz előre, nyomod lefele a dodó orrát, és amikor a földet éri már majd, hogy nem, tehát neki megy a kifutónak, és nem fölfele húzza az orrát a gépnek, hanem lefele nyomja, és amikor már éppen, hogy földet érne az orra, akkor egyszer csak, majd egyszer csak, egyszer, már rég nem van az orra, nem tudom, mire megedi, felengedi. És a trükkje az, hogy gyakorlatilag magától felfele húzódik állandóan az orra a gépnek, és hogyha felhúzod az orrát, azonnal le is zuhansz vele, tehát az nem működik. Igen, ez itt így fordít meg a játék, hogyha kirepülsz abból a zónából, ahol már nem lehetnél. És hát igazából az a kihívása ennek, vagy az a küldetés, úgy kell ezt reptetni, hogy mindig lenyomkodod az orrát. Ezzel szerzel sebességet, és ezzel tudod reptetni ezt a szart, mert máskülönben lezuhan. És igazából a lényeg az, hogy tarts szintben a gépet. Úgyhogy lehet repülni, de nagyon-nagyon óvatosan kell bánni vele, mert különben azonnal felborul, vagy lezuhan, vagy kitekeredik, úgyhogy igen, ezt akartam nektek elmondani. Úgyhogy ennyi a története a dodónak. De a VR Disney azt mondta, hogy ez jó játék lett. Tehát ha jó játék, akkor nehezen fog futni a gépeken. És ha nehezen fut a gépeken, akkor jó játék. Ez egy ilyen kör. Ja, amúgy itt is van. De VR streamek. Ó, oh, igen, valószínűleg ezt mondom. Hát, na jó játék lett is, pizé, Jani. Hibiribá. Be kell dobálnia. Nézzek, hogy élvezi a koncentrálára. Az a baj, itt is lesz, úgyhogy lehet, hogy meg fogunk hallani többször is. De amúgy ebben, itt is világít ki. Tehát rendőrautóban sehol máshol nincsen fény, de kinyitod az ajtót, akkor van. Igen, tehát ez az egyik játékban se oldották meg ezek szerint. Én ezt nem láttam még, úgyhogy... De hát ezek szerint itt sem. Á, Jani, milyen jól lesz ki ez a fény itt jobbra, nem, csak egy kis unpopuláris opinionális még ezt hozzáteszek. Én annyira nem akarom elhinni amúgy, hogy ez Magyarországon a top gameplay csatorna, de tényleg, tehát... Ez amikor... Bazzag, a VR. De érted, bazzag, feltesznek egy üres streamet, tehát ez egy nyers stream gyakorlatilag. Én erről a GTA 3-ról, hogyha nem lennék egy lusta szardarab, egy olyan videót, bocsánat, ez GTA Definitive Edition, egy olyan videót össze tudtam volna rakni, ami ezerszer élvezhetőbb vagy fogyasztható bennél, és nyilván számok jelentitek rajta, hogy miért nem csinálod faszfej? És az igazság, hogy igazatok van a kurva anyámat egyébként emiatt, de szóval az a lényeg, hogy ennél bármelyik gameplay csatorna szerintem jobbat tudna megcsinálni, és ennél bármelyik tartalom fogyaszthatóbb lenne, amit ebből lehetett volna csinálni. Tehát az az igazság, hogy annyira szar ez a játék, igen, és akkora main potenciál van benne, hogy ebből bármit lehetett volna csinálni, ami nem egy üres nyers gameplay. Egy ilyen hosszú videó dobja össze, mint Pyro szerintem a GTA-ra. Meg tudnám csinálni, de megcsinálom, már irreleváns lenne a GTA Definitive Edition. Az a... De érted, az a baj, én tényleg azon gondolkoztam, tehát most láttátok csak, hogy ez a játék egy szar például. Tehát ez igazából, ez objektíven egy fos. És tehát ha valaki mondjuk egy gameplay streamer, vagy csak megnézitek a külföldi YouTube-ot, tehát nem is kell nagyon messze menni, rá kell keresni GTA Definitive Edition, és nem a magyar YouTube-ot kell nézni. Igazándiból az első találat az lesz, hogy ez a játék egy szar. Hogyha valamivel is érdekesebb videót össze lehetett volna erről tenni, vagy hogyha valamivel is érdekesebb videót össze akartak volna erről ők tenni, akkor gyakorlatilag ebből ki lehetett volna hozni egy ezerszer jobb videót arról, hogy arról beszélnek, hogy ez a játék egy szar, vagy azt mutatják be, hogy ez a játék egy szar. De az, hogy feltöltik azt, hogy játszanak, és így Disney azt mondja, hogy ez jó. Ez tök jó, ez tök jó. Én nem tudom, tényleg, tehát nekem ez annyira szürreál volt, én mondom, oké, nem nézek magyar YouTube-ot általánosságban sem, VR-t még annyira sem, de mondom, egyefene bele fogok nézni a GTA Definitive Edition-be. Aztán másnap feltöltötték, és így, hát ez egész jól lesz, Jani, ha bírja. Néztem, miután én fogtam a fejemet előtte lévő nap, hogy ez milyen geci szar hulladék lett, és így mondom, nem akarom én ezt elfogadni. Nem szeretném elhinni ezt. De ez lett. Ez volt. Miért tudod ennyire jól utánozni amúgy? Engem ez zavar. Nem tudom, jó az utánzásom, chat? Hát egy kicsit,
Kicsit kellemetlenül is érzem magam, úgy éreztem magam, mintha Time Out Podcastben lennék egy másodpercre. Legyen ez egy Time Out Podcast, legyen ilyen egymás torkát fogós, ilyen izé, karmatnyert beszélgetés, ahol ülök, és így... Igen. No, igen. Nem mondok semmit, de azonnak kancellálnak. Igen. Igen. Nem tudom, VR Disney gyakorlatilag egy ilyen, ilyen répa. Így ott ül, mint egy ilyen zöldség, és csak így... Ha, igen. Ha, hát csak akkor régen voltál YouTube-on, és csináltál ilyen... De semmi konkrétum, tehát ő mint beszélgető partner nem vesz részt a beszélgetésben. Csak nem igazán, csak kérdezget, az én interjú. Ja, igen, igen. Tehát, hogy nagyon fura is amúgy. Az interjú alany viszi el az egésznek a... A, nem tudom, hát a... Persze, ezért csináltuk a Time Out Podcast-et, Pisti, nem tudod? Ja, Pisti, akkor hívjatok meg a Time Out Podcast-be, és elviszem én majd a show-t. Azt kéne de... amúgy, hogy melyikötök tudja jobban utánozni Pistit? Saját maga vagy te? Egy versenyt. Amúgy, bazzeg, elsőzöm, gondolkoztam, hogy rendezni kéne egy ilyen utánzó versenyt. Én általában ilyen irreleváns youtubereket tudok utánozni, vagy ilyen nagyon-nagyon kevés szubosokat, akik köztünk ilyen mémekké váltak, de egyébként nem ismeri őket senki. És akkor ebből lehetne egy utánzó, itt a Refplay utánzó verseny, vagy valami ilyen lófasz, tudod. Ezt beszéltük Bandival kéne egyet. És akkor lehetne ilyen közelhajolósan ez a... Na, hello, hölgyeim. Kicsit most megökrekedem, mert az a reggeli hangom. De egyébként szeretnék bebújni a bugyikátokba. Ha értitek, mire célzom. Én tudom, mire célzott a szexre. Mire célztatok azzal? A szexre! Jaj, szex! Ez ilyen férfias dolog amúgy. Te is annyira szereted a puncit, mint én? Én férfi vagyok, bazd meg. Hát ez a dolgom, hogy szeressem a puncit. Ja, de amúgy igen, ennyi amúgy. Meg hogy így áll. Igen, igen, az meg az asszonyt elverjem. Hát figyelj, az a szeretettel együtt jár. Persze, az a szeretet része az asszony elverés szerintem. Attól függ. Nem látom benne a problémát. Ennyi voltam mára. Köszönöm szépen csak a lehetőséget, meg Manin. Nagyon élveztem kifigurázni ezt. Nagyon élveztem én is megnézni ezt. Zseniális játék. Le is törlöm szerintem. Ne, jó játék. Disney azt mondta, hogy jó, úgyhogy még játsz egy kicsit és élvezd. Ó, hát persze. Majd még a Vice City még hátra van, tehát azt még nem próbáltuk ki, szóval... Azt végig akarom vinni én is, amiként majd... Jaj, az must have. Nagyon must have. Majd. Megpróbálom, de hát... Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.